Influenza járvány a küszöbön, Baranyában még arat a kórokozó. Pécsi fotó Sánkhájról, Pécsi balett a kiállítás megnyitó. Több mint 180 km 35 óra alatt magyar páros nyert. Köszöntöm nézőinket! Önök a Pécs TV híradóját látják január 12-én csütörtökön. Tartsanak velünk! Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelzése szerint Pécs térségében 10-15 cm meghaladó mennyiségű friss hó is lehullhat pénteken. Fokozott óvatosságra lesz szüksége mindenkinek a közlekedésben, hívja fel a figyelmet közleményében Páva Zsolt polgármester. Az előrejelzések szerint pénteken déltől csak 1-2 fok lesz Pécs térségében a hőmérséklet, ami azt eredményezheti, hogy a lehulló hó megmarad. Összesen mintegy 300 ember fog részt venni váltott műszakban a mentesítésben. A munkálatok során elsőbséget élveznek majd a buszközlekedési útvonalak. A Biokom arra kér mindenkit, segítsék a közlekedést azzal, hogy házuk előtt tisztítják a járdákat. Nincs még influenza járvány Baranya megyében, de már a határán állunk, mondja a járványügyi szakember. A legfrissebb adatok alapján 143 influenzás beteg van 100 ezer lakosonként. Járványról akkor beszélhetünk, ha 150 megbetegedés jut 100 ezer emberre. A szakember szerint még nem késő kérni a házi orvosoktól a védőoltást, mivel a járvány tetőzéséig kialakul a teljes védettség. Biztos, hogy ebben a szezonban nagyobb járvány lesz, mint az elmúlt időszakban, az elmúlt évben, szezonban, mert ezt egy B vírus okozta, ami mindig csak helyi járványokat tud okozni, ez pedig az A, ami kiterjedt. Ezt mondja az idei influenza járványról a szakember. Azonban a Baranyában még nincs járvány a legfrissebb múlt heti adatok alapján. A járvány akkor kezdődik el, hogy a 100 ezer lakosra nézve Baranya megyében ez 150 influenza-szerű megbetegedést jelent. Ebben a múlt heti adatokban 143 megbetegedés volt, tehát még nem értük el a küszöböt. Amint ezt átlépjük, akkor mondhatjuk, hogy elindult, de akkor még a járványnak van egy felfutó időszaka. Ezért még nem késő védekezni a doktornő szerint. Az influenza elleni védőoltás beadatása még utolsó pillanatokban lehetséges, hiszen ahogy elmondtam, még a járvány nem indult el, egyedi esetek vannak, tehát szerencsés esetben a 2 hét alatt, amíg a védettség kialakul, talán nem találkozik az illető a vírussal, akkor kellő védelme lesz. Ebben a szezonban az AH3N2 vírus okozza a legtöbb megbetegedést az európai és hazai minták alapján. A védőoltás tartalmazza ennek a törzsnek is az ellenszerét. Baranyában egyébként a szigetvári, komlói járásból még nem jelentettek megbetegedést. Viszont a siklósi járásban és Pécsett is már sokan influenzásak. A Pécsi Tudományegyetem 2017-ben ünnepli alapításának 650. évfordulóját. Ebből az alkalomból ünnepségsorozatot rendeznek Pécs városa, a Dél-Dunántúl és egész Magyarország számára. A témában vendégem professzor dr. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora. Szeretettel köszöntöm. Azért találkozunk januárban, mert ugye az év elején vagyunk még, és ilyenkor már készülnek, már kialakultak a programok, megvan a forgatókönyv, vagy alakul. Mire lehet számítani? Mikor lesz legkorábban program? Mi a célja mindennek a megrendezésnek? Az igazi cél tisztelgés az alapítók előtt. Nagy öröm, hogy az első magyar egyetem Pécsett alakult. Miközben tudjuk, hogy nem volt jogfolytonos működés, de attól még itt volt a felsőoktatás bölcsője, itt volt a felsőoktatás születése, és ettől az időponttól számíthatjuk azt, hogy Magyarország elindult a társadalmat tudás alapon építő nemzetek sorába. Ezelőtt kell tisztelegni. Lesznek ünnepségek természetesen, és ünnepi események. Március második felében indul egy nemzetközi hónap, ahol egyrészt szeretnénk bemutatni, hogy a nemzetközi esítés terén mit tett az egyetem eddig, miről szólt a nemzetközi esítésünk, és miről fog szólni a jövőben. Aztán április második felében, húsvét után
lesz országos tudományos diákkari konferencia 2000 hallgatóval, 3-400 mentorral. Szeptember 1-e a kiemelt esemény, amikor hát egy komoly ünnepség lesz, mindenféle megemlékezéssel, köszöntéssel, díszdoktoravatással, ehhez kapcsolódóan két kiemelt tudományos esemény, az egyik kifejezetten szakmai, ideg-agytudományokról szóló, számos Nobel-díjassal, agydíjassal, és egy a felsőoktatás gyökereiről, jelenéről és jövőjéről szóló a Magna Carta Obszervatóri és a Magyar Rektori Konferencia közös szervezésében történő felsőoktatásról szóló konferencia. Novemberben egy záró tudományos rendezvény fő témája a Kárpát-medence egészségügye multidisciplináris megközelítésben, tehát az orvos egészségtudományokon kívül a gazdaságtudományok, jog, stb. Történet, mindent meg fog jelenni, környezetvédelem szintén, és a záró kulturális eseménynek pedig a hagyományos, minden évben megrendezett egyetemi koncert szolgál, amelyre van ígéretünk Placido Domingótól, aki az egyetem díszdoktora, remélhetőleg be tudja tenni a programjába, és azt gondolom egy méltó záróesemény lesz kulturálisan, ráadásul olyan fellépőkkel, akik Pécshez kötődnek, az egyetemhez kötődnek, és a világ legfoglalkoztatottabb művészei köré tartoznak. A karokat, hallgatókat, akár a külföldi diákokat milyen módon vonják be ebbe a programsorozatba? Nincs olyan esemény, amelyikből akár egy kar is kimaradna, tehát a karok a saját programjaikkal készülnek, a fő eseményekhez kapcsolódóan, a diákokat pedig minden eseményhez hozzá kívánjuk csatolni, aktivizálni, illetve még egy fontosat elfelejtettem mondani, augusztus 2. felében sportprogramjaink is lesznek, sportversenyek a jubileumhoz kapcsolódóan. Az ünneplés mellett komoly munka zajlik azért az egyetemen. Ebben az esztendőben milyen nagy projektbe szállnak be, vagy esetleg folytatódik a korábban megkezdett? Egyrészt azt gondolom, hogy az ünnepi események tisztelgések. Tartalmi értelemben akkor tudunk méltóan tisztelegni, hogyha azt az egyetemi létet, amelyik ma itt van Pécset, tovább tudjuk fejleszteni. Ehhez a Modern Városok Program keretében jelentős forrás kaptunk, ugye 24 milliárdot a kormánytól. Szinte minden kar elkészült azzal a szakmai programmal, amelynek mentén a fejlesztéseket végrehajtjuk. Meggyőződésem, hogy az ehhez kapcsolt úgynevezett humán erőforrás fejlesztés szintén olyan fontos tartalmi lépés, ami jövőt megalapozó lépés. Picit még az ünneplésre, mikor kezdődik az első program? Ahogy említettem, a nemzetközi hónap az március 2. felében indul. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. €100 drágult a parkolási díja vásártéren, írja a bama.hu. A 20%-os emelés után a parkolás díja az eddigi 500 helyett 600 forintba fog kerülni. Az idei első vásáron többen megdöbbentek a dráguláson, tudta meg az újság. A panaszosok szerint az árváltozásra a helyszínen semmilyen jel nem utalt. Az ártájékoztató táblán 500 forintos díj szerepelt, miközben 600 forintot kértek el az autósoktól. A vásárteret üzemeltető Pécsi Vagyonhasznosító ZRT sajtófelelőse elmondta, utoljára több mint 6 éve volt árváltozás, időszerű volt tehát a díj növelése. Azóta pedig számos fejlesztés történt a területen, ami indokolja a tarifa emelését. Az elmúlt napok dermesztő hidege Pécsen sem kímélte a nem elég védett helyen lévő, vagy nem megfelelően szigetelt vízmérőket, házi vízcsöveket. Még most is érkeznek segítségkérő megkeresések a Tettye Forrásház ZRT díszpécser szolgálatára. Több száz felett jár az esetek száma. A szolgáltató szakemberei szombat óta 160 elfagyott vízmérőt cseréltek ki. Az elmúlt 4 évben összesen nem volt ennyi fagykárra példa.
A tartós fagy következtében a vízmérő aknákon kialakuló jégpáncél a vízóra leolvasók munkáját is hátráltatja. A Tetyeforrásház ZRT munkatársai ezekben a hetekben Kertvárosba rögzítik a vízmérők adatait, de a lefagyott aknák miatt lassabban haladnak, ezért előfordulhat, hogy eltérnek a leolvasás számlákon közzétett időpontjától. Akárcsak a vízmérők fagy elleni védelme, az aknák tisztántartása és a mérőkhöz való hozzáférés biztosítása is az ingatlan tulajdonosok feladata. Ezért a szolgáltató kéri ügyfeleit, segítsék a leolvasó szakemberek munkáját. A leolvasás előtt gondoskodjanak a vízmérő aknát borító esetleges hó, jég eltakarításáról, a mérőhöz vezető út megtisztításáról. Mintegy 3000 fotóból válogatva nyílt meg Marsalkó Péter pécsi fotóművész sánkhályi tartózkodásáról kiállítás a Művészetek és Irodalom házában. A véletlen játék, ahogy tavaly a Pécsi Balett is itt járt, ezért a tárlat megnyitóját színesítve Bartók csodálatos mandarinjából egy részletet mutattak be. Hogy ezt az örömet én megoszthatom. A pécsi fotográfus 2016-ban járt Sánkhájban, Kína egyik legnagyobb iparvárosában. Az itt készített több ezer fotójából válogatta össze a most látható sokszínű világképeit. Technikával készültem, de arra például nem tudtam fölkészülni, hogy az a fajta színvilág, ahol én élem a 62 évemet, ugye, ha ezt skálába lehetne tenni, akkor mondjuk ez egy 100-as színskálát jelentene, és Shanghai pedig egy 20-30-as színskálában működő város. Smog, barnaság, szürkeség, pára, tehát nincsenek madárhangok, nincsenek színek, hanem egyszerűen ugye éjszaka az a kép is, ugye a mögöttem ezt mutatja. Éjszaka egy 180 fokot lendít ez a város, és megfordul, és egyszerűen olyan dinamikát és olyan színkavalkádot tud csinálni, amitől Sánkháj a Sánkháj. Páva Zsolt polgármester a megnyitón elmondta, ezek a felvételek hidat képeznek a két ország kultúrája között. Emlékeztetett, hogy 2016-ban két kínai kulturális program is létrejött. A pécsi delegáció látogatása után a Magyar Kulturális Hét alkalmából a Pécsi Balett is fellépett a 24 milliós lakosú városban, ahol nagy sikert aratott. Kínában egy kulturális falat döntöttünk le, hiszen Bartók csodálatos mandarinja mind 2016 novemberéig be volt tiltva. Ezt a darab ott nem lehetett játszani, és ezt nem is látta a közönség. És a sánkhályi közönség az a Pécsi Balett csodálatos mandarinját láthatta először, és mi voltunk az a kulturális közösség, aki először mutathattuk be. A kiállítás február végéig megtekinthető Pécset a Művészetek és Irodalom házában. Az elmúlt években a gáz, a táv, hő és az áram költségeit megfaragva hozzávetőleg 25%-kal estek a kiadások, ami egy ehhez hasonló fagyos téli időszakban nem kevés jelentőséggel bír. A rezsicsökkentés fokozatos bevezetésének első lépése 2013-ban kezdődött a földgáz, az áram és a távhő árának csökkentésével. Ezt követte később a víz és szemétszállítás díjából való lefaragás. Mára a gáz és az áram ára is a legolcsóbbak közé került, 25-30%-kal kell kevesebbet költeni a fűtés számlára, mint 2010 előtt. Sokat mondó, hogy abban az évben a lakosság fizetőképességehez képest Magyarországon volt a legdrágább az energia Európában. 2017-re ennek eredményeként évente a kormányzati hivatalos adatok szerint 110-170 ezer forintot spórol meg egy háztartás. A Mecsek Maraton team terepfutója Negyálkov Balázs és társa Szimandi Anita január 5-én rajtolt egy 164 km hosszúságú, összességében 5500 méteres szintemelkedést tartalmazó futóversenyen Olaszországban. A futók sosem tapasztalt kihívásnak néztek elébe. A taktika, a felkészülés és a közös munka azonban meghozta az eredményét. Elsőként érhettek célba páros kategóriában. Negyalkov Balázs kerékpárosból lett terepfutó, a Mecsek Maraton team tagjaként havonta indul versenyeken, január elején azonban egy ultrafutáson is részt vett. Társával 35 órán belül teljesítette az Olaszországból induló Szlovénián átívelő versenyt. Az egyik nehézsége az, hogy párban indultunk, mi vegyes párosban, egy férfi és egy nő tempója alapból különbözik. A párosban külön jönnek a holdpontok a
párosba, tehát nem ugyanakkor jönnek a holdpontok a verseny alatt, úgyhogy ezeket át kell élni együtt, viszont tudunk egymásnak segíteni. Ami az egyik nehézsége volt még a versenynek, hogy jelöletlen pályán ment, egy GPS tracket kapunk, amit fel kell tölteni az óránkra, vagy egy kézi navigációra, azzal kellett navigálni. A 164 kilométeres távot nem lehet pontosan teljesíteni. Balázsék eltévedtek, így a plusz kilométerekkel együtt 182 kilométeren belül és 7100 méter szintemelkedéssel tudták teljesíteni a versenyt. A 65 induló közül abszolút harmadikak lettek, a páros nevezők között pedig elsők. A család végig szurkolta a 35 órát. Úgy működik a verseny, hogy egy nyomkövetőt kap a páros, és ezt folyamatosan online lehet követni, hogy hol tartunk. Igazából folyamatosan küldték az üzeneteket, hogy letértünk a nyomvonalról, hogy menjünk, lassan jön a reggel, tartsunk ki, úgyhogy segítettek, próbálták a lelki erőt tartani bennünk. A Mecsek Maraton tím a napokban tartotta évzáróját, ami rendkívül fontos esemény a csapat tagjai számára. Negyalkov Balázzsal biztosan találkozunk még, hiszen idén sok nemzetközi terepfutó versenyre nevez, és nincs szándékában érem nélkül eljönni azokról sem. Híradónk végén főbb híreink egy-egy mondatban. Influenza járvány a küszöbön, Baranyában még arat a kórokozó. Pécsi fotó Sánkhájról, pécsi balett a kiállítás megnyitó. Több mint 180 km 35 óra alatt magyar páros nyert. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!